Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntjük a sajtótájékoztatón megjelenteket és a világhálón minket követőket dr. Pócs Alfréddel és dr. Tamasi Józseffel együtt ezen a mai sajtótájékoztatónkon. A koronavírus világmizéria alakulása miatt vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert történt egy miniszterelnöki bejelentés az oltásnak kötelezővé tételéről, ami szöges ellentétben van mindazzal, amit eddig ígért a miniszterelnök, és mindazzal, amit a világ hatóságai erről a vakcinázásról eddig állítottak. Tudnélik, hogy semmiképpen nem lehet kötelezővé tenni, hiszen kísérleti szakaszban levő eszközökről van szó. Arról nem beszélve, hogy miután a Magyarok Világszövetsége sajtószolgálata közzétette Michael Capuzzo írását, a New York Times legolvasottabb publicistájáról van szó, aki a gyógyszer, amelyik megroppantotta a koronavírus címmel egy terjedelmes, oknyomozó riportot közölt, amelyikben bemutatta az ivermektin, a koronavírust, szinte maradéktalanul a koronavírus megbetegedéseket, szinte maradéktalanul gyógyító, 30 éve ismert, széles körben elterjedt gyógyszert, ezután súlyosan megkérdőjeleződik egyáltalán a vakcinázás intézménye és létjogosultsága. No de mindenről beszéljenek az orvosok. Dr. Pócs Alfréd kezdi. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. A miniszterelnöki kijelentés kapcsán, hogy kötelező lesz az egészségügyben az oltás, bennem is kérdések tömkelege merült föl. Ugyanis a miniszterelnöktől korábban már hallottuk egyszer, hogy kötelező az oltás, utána az volt, hogy nem kötelező az oltás, és most megint kötelező az oltás. Azért ilyen szinten, politikai szinten valahol el kell köteleződni. Pont akkor válik ismételten kötelezővé, amikor nyári szünet van a vírusnál. Elvonult nyári szünetre. Nincsenek betegek kórházanként, egy beteg se jut mondjuk minden kórházra, csak fél beteg vagy negyed beteg jut. Tehát ilyenkor ilyen dolgokat bevezetni nagyon-nagyon nem jó dolog. És azért kértem először is szót, mert én egészségügyben dolgozok, orvosként, gyakorló orvosként, dolgoztam COVID-osztályon, COVID-szakrendelést vezettem, és pontosan benne vagyok, és tisztán látom, hogy mik történnek, hogy mennyit szenvedtek, mennyit dolgoztak ezek az egészségügyi dolgozók. Először még kaptak pénzt, 500 ezer forintot, utána kaptak 10 nap szabadságot, amit ugye nem lehet kivenni, hiszen nem is voltak szabadságon, a kórház se tudja biztosítani, és ezért nem sokat érez. Tehát nincs megbecsülésük, azt látom. Majdnem, hogy rabszolgaként kezelték a járvány alatt is, hiszen nem volt helyettes, benn kellett maradni 12 óra után, megint 12 óra, megint 12 óra, és most ezek után erkölcsileg így megalázni, hogy kötelezővé tenni egy oltást, mikor valakinek az elveivel veszi, ez megy szembe. Mert ha valaki, csak azt mondom, hogy Isten félő, és tudjuk, mondtuk sokszor, hogy már jóslatokban megmondták, hogy be fog következni ez az oltás. Tudjuk, hogy apokaliptikus időket érünk. Tudjuk, hogy lehet ez az Antikrisztus jele. Már csak ezért sem szabad lenne. Hiába, hogy beveszi a pápa, vagy Vatikánba oltatják az embereket. De azért van igazi Krisztus hívő, aki lelkében érzi át a Krisztust. Az a jelenések könyve után egy kicsit elgondolkozik ezen, hogy hogyan kell viselkedni ezek után. És azt nem értem, hogy nincs mögötte országgyűlési határozat, tehát nincs mögötte jogi alap a bejelentésnek, hogy ez hogy történhetett meg. Nincs mögötte ugye az orvosoknak, az egészségügyminiszternek, Káslen Miklós úrnak a papírja se, hogy most mire hivatkozva, hogy van ez. Csak így bedobni és bejelenteni és pánikot kelteni, rémisztést kelteni ezekben az emberekben. Mert el kell ismerni, hogy a lakosság 50%-a akarja az oltást, mondjuk 50%-a nem akarja. Ezt tudomásul kell venni, nem kell tovább erőltetni. Nem kell tovább erőltetni a gyermekeken sem. Ugye, mert 18 éves kor fölött még mindenki azt mondja, hogy
érett, komoly felnőtt ember, ahogy dönt, az a saját felelőssége. Én se szóltam bele, hogy döntsenek másképp, de továbbra is azt mondom, hogy a 18 év alattiak oltása az egy nagyon komoly etikai és jogi felelősség, és aki ezt fölvállalja, ezért később, ha majd változnak a dolgok, komoly büntetéseket lehet adni. Idézném csak Ausztriát, ahol az anyák tüntettek. Nem értem, Magyarországon az anyák miért nem vonultak utcára, amikor megtudták ezt, hogy a gyerekeket is lehet oltani, hiszen a kotlós tyúk is megvédi még a sastól is, szembeszáll vele, és le is győzi a sast, hogyha a kicsinyeiről van szó. És erre fölbuzdulva Ausztriában egy Michael Brunner nevezetű ügyvédek a tisztánlátásért, szintén van egy ilyen szervezet, mint nálunk, hogy orvosok a tisztánlátásért, alkotmányjogi ügyész állt az ügy mellé. Kiállt és elmondta, hogy amennyiben változnak a dolgok, akkor ezért komoly börtönbüntetés járhat, aki olyan injekciókat ad be, kísérleti injekciókat gyermekeknek, amik nincsenek tulajdonképpen leellenőrizve. Ez most történt Ausztriában, tehát a kollégáknak felhívom a figyelmét, hogy úgy kezeljék ezt. Hiába lesz aláírva, mert a szabályok szerint nem csak aláírni kéne, hanem oda kellene tenni, mint több korzeti orvos kollégát ismerek, akik becsületesek, és oda tették azt a 31-nehány mellékhatást is, hogy azt is olvassák el. Kérdezzenek rá, és utána döntsék el. Tehát ezt is oda kellett volna tenni. Nem elég az, hogy én beleegyezek, azt se tudom mibe, csak meg ez a divat most, és akkor így ezt fölveszem. És azért mögöttünk, ne felejtsük el, áll azért még az Európai Tanács határozata, amire most is fölhívom a figyelmet, hogy több mint 200 tag szavazta meg, 2 ellenszavazat ellenében. A bioetikai és emberi jogok egyetemes nyilatkozata szintén sérthetetlennek teszi az emberi testet, csak akkor lehet beoltani vagy bármit tenni, hogyha beleegyezik, és nincsen társadalmi érdek, vagy ilyenekre hivatkozva, hogy ugye a nyáj immunitás. Mert a nyáj immunitás nem áll fönn oltások esetén, az csak akkor állhat fönn, ha átestünk rajta, mert akkor nyerünk végleges immunitást. Amíg oltogatok, az 20 éven keresztül is oltogathatom, de nem tudom, hogy mikor kell oltani. Oltás után ugye megbetegedhet minden, tehát itt semmiféle nyáj immunitás nem érhető el. És ott van még a harmadik, a Nürnbergi kódex, ami szintén az oltásokról szól, ami megszívlelendő, létező, Magyarország is aláírta, tehát ez bármikor számon kérhető, ha egy picit fordul a politikai helyzet. Jelenleg a politikai helyzet nem engedi, hogy ezek annyira nyilvánosak legyenek, de a fülmiféle per az megy már Németországban, ami tartalmazza ugye a Nürnbergi kódexet és az oltásokkal kapcsolatban is. Még egyszer fölhívom a figyelmet, hogy az FDA, a FDA Amerikában vagy a CDC világosan leírta a mai napig 2023. január 31-ig, hogy az oltott beteg ugyanúgy megbetegedhet, fertőzhet, tesztpozitív lehet, kórházba kerülhet és meghalhat. Ez le van írva. Emiatt nem is lehetne tömegesen oltani, hanem csak kijelölt kisebb tömegeket lehet tulajdonképpen beoltani. Ez az óriási kampány, ami zajlik, ez nem felel meg a FDA által leírt dolgoknak. És ugye fölhívnám a figyelmet elsősorban a kollégáimra, én műtőbe is dolgoztam, de az egészségügy nem csak a műtő, team munka. Ez arról szól, hogy csapatmunka. És nem mindegy, hogy ki van a műtős segédtől kezdve a műtősnőig és a műtőorvosig, az asszisztensig ki van. És ha ebből most kiesnek emberek azért, hogy ők nem akarják az oltást és inkább elmennek, akkor ezt megint a kórházak és a szakma sínyli meg. Kisínyli meg leginkább a betegek, a betegellátás. Nem lehet majd elkezdeni a protézist. Így is arra vártunk másfél éve, most nyitnak lassan az osztályok, de mivel kevés az anesztes, még a műtétek nagyon sok vidéki kórházban nem kezdődtek el. De itt az én esetem is, ugye?
akit egy kamarai határozat nyomán megvonták a működési engedélyemet. Ugye olyan határozat, amit első fokon egy szóbeli figyelmeztetést hozott részemre, másodfokon azok ítélték meg, akik beadták ezt a határozatot, a kamarai vezetés adta át a felügyelő az etikai bizottságnak, tehát oda került vissza, és ők hozták ezt a büntető határozatok legmagasabb szintjét. És a okfőhez eljutva, az országos főorvoshoz, őneki pedig ezt meg kellett lépni. De azért fölhívom figyelmet, mert kicsit utána néztem. Magyarországon több száz ezer orvos is dolgozik úgy, hogy nincs gyakorlatilag működési engedélye. Ugyanis, ha szükség van rá rendelőintézetekben, osztályokon, bárhol, akkor fölvesznek olyanokat is, akiknek még nincs meg a működési engedélye, folyamatban vagy nem is akarnak működési engedélyt, és mégis dolgozik, mert szükség van rá. Én most itt példát statuáltam, hogy megkaptam az ítéletet, de abba hagytam a munkámat, gondolva, hogy ugye engem különlegesen figyelnek, és mindenre lecsapnak, amit ha nem úgy végzek. De azért fölhívom a figyelmet erre, hogy ezen is el kell gondolkozni. Visszatérve a csapatmunkára, tehát minden egyes ember veszteség, legyen az szakember, orvos vagy műtőssegéd, nem egészségügy szakember, de szintén szakember, mindenkire szükség lenne, és ezt figyelembe kéne venni. Be kéne már fejezni ezeket az erőszakos irányításokat, hogy az embereket csak úgy kezeljük, minthogyha tárgyak lennének, hanem közösségeket kéne létrehozni, csapatokat újra, és akkor működik a rendszer, hiszen rengeteg behozni való van, a protézisre válók talán már 2 éves a várólistával is rendelkeznek, és ha erre nem kap külön pénzt a kórház, nem lesznek külön emberek, akik külön vállalják, akkor ez egy behozhatatlan hátrányt, amit nagyon megsínylenek az emberek. Elmondaném még itt azt is, hogy ugye a oltási kényszer a másik, amit alkalmaznak a betegeknél is, tehát invazív műtéti megoldásra, ha valaki jelentkezik, vagy oltva van, vagy pedig 48 órán belüli PCR teszttel vehetik meg, gyors teszttel föl, amit magának kell fizetni. Ez is megint egy olyan jogtalanság. Aki be van oltva, az nem fizet, aki nincs beoltva, nem fizet. Mind a ketten ugyanúgy fizették a TB-t. Mi ez a diszkrimináció megint? A tesztekkel olyan mennyiségű pénzt nyakalnak be, ezt úgy is mondhatnám, hogy tesztadó. Amit Merkeli Béla csinál a Semmelweis Egyetemen, a végzős diákoknak, hogy vagy oltatni kell, nem mehetnek vizsgálra, vagy pedig 48 órán belül PCR teszt kell az egyetemet végző, orvos egyetemet végző fiataloknak, fiatal orvos palántáknak, így lehet mondani. És gondoljuk el, ha van 14 vizsgája, akkor legalább 10 tesztet meg kell csinálni. 20 ezer forintjával 200 ezer forint. Rengeteg szülő hívott fel és panaszkodott, hogy ők ezt a 200 ezer forintot nem tudják kigazdálkodni már a gyerek tanításához, és ezért belemennek akár az oltásba is. Nem kell számítani arra, hogy minden második ember, beoltott ember most rögtön meghal. Nem tudjuk, milyen a hosszú szövetség, de azért ismertetnék még 2 adatot. Amerikában a halottak száma a VEARS adatai szerint, ha megszorzom kellően, ahogy kell, 500 000 fölött vannak, mondjuk 180 millió oltóanyagból, és Európában is már 20 ezer halott fölött járunk, akik oltás után meghaltak, 20 ezer halott, és legalább közel 2 millió súlyos sérülés, ami az oltások után következik be. Tehát igencsak el kell gondolkozni ezen, hogy meddig akarjuk még erőltetni, meddig akarjuk még ezt fokozni, ezt az oltás kényszert. És ugye a másik, hogy azért is össze kell fogni és figyelni kell, mert először az egészségügyel kezdik, utána jön az oktatás, ugye a katonaság, a rendőrség, kutyafüle, és utána pedig jön a többi ember, ha ezeket sikerült. Tehát ezzel számolni kell. Már az elején tudomásul kell venni, hogy ha az egészségügyet hagyjuk magára maradni, akkor ez később áttevődhet máshova is. Tehát fölkérem az egészségdolgozókat is, aki tartja ezt, az tartson ki,
vonuljanak csapatokba, fogjanak össze, próbáljanak együtt, és magyarázzák el, hogy kísérleti oltásra nem lehet kötelezni senkit. Hát milyen etikai jog? Vagy ha az injekciótól meg lehet halni. Ha 100 emberből 100 meghal a gyógyszercég, akkor se vállal felelősséget. És ha az injekciótól meghalhatok, akkor miért kötelező nekem azt megkapni, ezt az injekciót? Hát akkor van választási lehetőségem. A halálomat megválaszthatom talán, hogy hogy csináljam. És nem is lehet ugye injekciónak nevezni, és minden törvény injekcióról szól, hiszen ez egy génmanipuláció. Tulajdonképpen gén szakaszt adnak be, és ez nem számíthat az oltások közé. Ugyanakkor megemlítenék még valamit, hogy legutóbbi videómban Kincses Gyula helyett Kincses Miklóst mondtam, amit most helyesbítek, és Kincses Gyuláikról, a kamaráról elmondanám, hogy azért egyre nő a felelősség rajtuk, nem csak az én ügyem miatt, hanem ahogy elindították ugye a paraszolvencia ellen, és ezt a béremeléses dolgot is, a járvány kellős közepén, és ennek a következményei, hogy mennyi ember hagyta el az egészségügyet. Ugye bevezették az egységes orvosi fizetést, egy bőrgyógyász ugyanannyit kap, mint egy idegsebész, akinek sokkal nagyobb a felelőssége, mind anyagilag, per értékbe, bármiben nézem. Tehát ez se egy bevált dolog. Tehát az egész vírus időszakban ilyen változásokat hozni, ez meggondolandó, és én úgy értékelem, hogy az országos kamara ezt nem jól képviselte, és nem jól hajtotta végre. Még egy szót mondanék én is az ivermektinről. Én is azt tartom, hogy megvan az új gyógyszer, tehát most már nem kell injekció, itt az ivermektin. Tessenek bevezetni, készülni arra, hogyha úgy látják a kormány, a politikusok úgy látják, hogy jön a negyedik járvány, a negyedik szakasza a járványnak ősszel, akkor én most fölhívom a figyelmet, hogy amennyiben az ivermektint nem teszik lehetővé, hogy elérjük, akkor járvány idején ők lesznek a felelősek, hogyha megint elindul ez a járvány, hiszen és ilyen nagy halálozási számot tud produkálni. Indiában olyan statisztikákat is kórházban rögzítettek, hogy 97%-os hatékonyságú volt az ivermektin. Tehát ezt nagyon meg kell gondolni. Átadnám a szót Tamasi úr. Szeretettel köszöntök én is minden megjelentet. Az őszhöz közeledvén, és így a nyár közepén azt látjuk, hogy mindenki fejvesztve nyaral, és abban a tudatban él, hogy valami helyreállt és megváltozott. Én azt látom, hogy ez egy ilyen átmeneti pihenő, amit hagytak az embereknek, és próbálnak felkészülni a következő fordulóra. Három nagy megtévesztő, csaló réteg van, aki ezt az őszi fordulót előkészíti. Láthatjuk, hogy a köztudatban, illetve a médiákban már ennek a jelentős nyomát. Az egyik az úgynevezett szakemberek, álszakemberek, akik kvázi úgy tesznek, mintha valami nagyon tudományosan megalapozott lenne, hogy ők előre látják a jövőt. Aztán az újságírók, akik sokszor hivatkozás nélkül csak nyomják az ismereteket az őszi fordulóról, a delta variánsról, meg az újabb mutánsról, meg a mindenféle butaságokról. És a politikus, aki kvázi sokszor diktálja a tempót, középszintű politikustól egész a legfelsőbb csúcsig, aki kijelenti, hogy hát ő politikus társai között is vannak butaságokat beszélő politikusok. Én viszont üzenem, hogy az orvosok között is vannak igen bűnözők, de nagyon kevesen a politikusokhoz képest. És azt gondolom, hogy ezt a dolgot, ezt a háromszintű csalást és előkészítést ezt kellene felismerni a társadalomnak. Idézek egy kicsit a jelen publikációkból.
Azt mondja, hogy modellszámítás, itt van a fordulópont. Mostantól jelentősen romlani fognak a hazai járványadatok. Elmondanám, hogy az influenza járványt nem tudta kiszámítani semmilyen tudományos közélet, közegészségtan. Mindig előre satszoltak, és annak megfelelően csináltak egy védőoltást, de valójában nem tudták, hogy melyik variáns és mi fog elterjedni a világban a hideg időszak megjelenésével. Most itt a koronavírusról beszélnek, minthogyha ez egy feltartóztathatatlan, rettenetes kórság lenne, és vannak ilyen nagyon felavatott álszakemberek, ugye az egyik legismertebb Rusvai Miklós úr, aki azt mondja, hogy ezek szerint nem árt felkészülni a negyedik hullámra. Virológus szerint az első lépés a harmadik oltás lehetőségének megteremtése lenne, és felhívta arra is a figyelmet, hogy februárban, márciusban oltottaknak az immunitása halványodhat. Nem beszélve azokról az egészségügyi dolgozókról, akik már december végén megkapták az első oltásukat. Professzor úr, honnan veszi ön ezeket a őrült badarságokat? Hogyha valóban az oltás megvédte volna az embereket, akkor miért kellene most harmadik oltás? Miért ígérték be előre, hogy felveszi az oltást, és akkor ő védve van mindentől? Tudjuk nagyon jól, ahogy Post doktor is elmondta, nem védi meg, és nem védi ő sem a környezetét. És honnan veszi a negyedik hullámot, amikor ez teljesen kiszámíthatatlan, és egyébként is láthatjuk, hogy az előző hullámok is a tesztelés arányában jelentek meg. Tehát először azt kellene bizonyítani, hogy a tesztelés megnövekedett száma nélkül is létezett első, második és harmadik hullám. Egészen bizonyos, hogy nem létezett, rengeteg grafikon és tudományos adat van erről. Azt mondja, hogy az egészségügyi dolgozókat is harmadszor kell oltani, mert már december óta halványul a hatás. Miféle hatás? Nincs bizonyítva egyáltalán ennek az oltásnak a hatása. Mitől védi meg az oltás? Ráadásul senki nem gyűjti a mellékhatásokat és a haláleseteket. Hogyha valamiről beszélünk, akkor ennek fényében kellene beszélni, mi a ráfordítás, mi a kár, és mi az előny, ami származott, és egy orvos ennek megfelelően tud csak mérlegelni, hogy valóban értelmes dolog-e egy oltást adni arra, amire egyébként természetes immunitásunk is kialakul, és nincsen rendkívüli elhalálozás. Egy orvos szerint, de hát ugye Rusvai Miklós úr nem orvos. Életében nem látott beteg embert, és a legfeljebb a családjában, a környezetében. Ő virológusnak mondja magát, és nem tudom egyáltalán, hogy a köztudatban miért terjedt az el, hogy egy virológus az egy rendkívüli jós tehetség, aki mindent meg tud mondani. A virológus egy laboros szakember, aki bizonyos mikroorganizmusokkal foglalkozik, de semmiképpen nem klinikai dolgokkal és nem közegészségügyi dolgokkal. Ehhez neki nincsen semmilyen képesítése. Úgyhogy én innen azt tudom mondani, hogy Rusvai Miklós úr nem képzett arra, hogy jós tehetségként a magyar emberek számára félelemkeltést gyakoroljon, hogy előre megmondja, hogy milyen hullámok következnek, milyen variánsok lesznek, mitől kell az embereknek félni, és miért kell ehhez védőoltást, úgymond védőoltást felvenniük, ami, mint tudjuk, nem védőoltás, hanem egy géntechnikai inokuláció. Ugyanez vonatkozik Boldogkői Zsoltra, aki szintén nem orvos, orvosegyetemi professzor, de biológia területén. Beteg embereket nyilvánvalóan ő sem lát. Nem tudja felmérni sem közegészségügyi értelemben, sem pedig klinikai értelemben, hogy mit jelent egy ilyen betegség. Ők az álcelebek, az álszakemberek, akik az emberekben rémhíreket, az emberek között rémhíreket terjesztenek. És akkor csatlakozott még ebben a cikkben egy Vattai Gábor nevű fizikus, aki modellszámítást végzett, és azt mondta, hogy most következik a fordulópont. No,
Ugye az ilyen modellszámítások Angliába se jöttek be az első forduló idején sem, óriási tévedések. Ugye a Ferguson nevű kutató, akire úgymond alapították az egész járványtant a Covid kapcsán. Semmi nem következett be, abszurd tévedés volt az egész. Most próbálkozik egy magyar fizikus, hogy megmondja, hogy most aztán az emberek most már rettegjetek, már megfordult a tendencia. Én ezt fordítva látom. Van egy előre megírt forgatókönyv, amelyet sok helyen publikáltak, World Economic Forum, WHO, különböző ENSZ szervezetek, sok helyen publikálták ezeket az előre megírt forgatókönyveket. Ennek a forgatókönyvnek van egy kvázi kivitelező, megvalósító csapata. Minden országban delegálva van egy-két ilyen komisszár, egy csősz vagy egy parancsnok, aki kivezényli az ilyen álszakembereket, kivezényli a politikusokat, beállítja a médiát abba az irányba, hogy az emberekben rémeket keltsen, rémhíreket terjesszen. És ezek az emberek, ezek most készítik elő az őszi áljárványt. Az fog bekövetkezni, mint korábbiaknál is, hogy nincs valós megbetegedés és halálozási mutató, csupán a tesztelések függvényében. Tudjuk, hogy a teszt az egy álteszt, nem alkalmas arra, hogy egy COVID-betegséget meghatározzon. Rengeteg publikáció jelenik meg egyre inkább mérvadó lapokban is arról, hogy az oltóanyagokban rengeteg méreganyag van, és maga az oltóanyag által termelt S-protein az egy mérgező anyag, és az váltja ki a COVID-szerű tüneteket, illetve a grafén oxid, ami szintén óriási mennyiségben van jelen az oltóanyagban, olyan nagy mennyiségben, hogy az mRNS az 6 nanogram, a grafénoxid az 700 nanogram, és a jelenlétét semmi nem igazolja, semmi nem indokolja. Nincs szükség egy oltóanyagban grafénoxidra, sem konzerváló szempontként, sem állag, tetszetőség és egyéb szempont nem jön szóba. Tehát nincsen oka, hogy miért teszik bele a grafénoxidot, ami egy sejtméreg. Sejtméreg, és minél többször kapja valaki, annál inkább mérgezetté válik ettől a grafénoxidtól. Elmondanám, hogy ezeket az oltásokat ugye most egyrészt szeretnék a harmadik oltást beadatni azoknak, akik olyan buták voltak, hogy az első kettőt felvették, vagy kényszerítették őket. Én a praxisomban megkérdezgetem a betegeket, hogy miért vették föl, akkor általában a döntő többség, 99% azt mondja, mert kényszerítették, mert olyan nagy volt a nyomás. Nem találkoztam csak egyetlen egyel eddig, aki meggyőződésből azt mondta, hogy ez az oltás, ez véd. Az összes többi, az mind kényszerítés hatására vette fel. Most kényszeríteni akarják a harmadikat. Kedves urak, hölgyek, akik ezt a kényszerítést szeretnék végig zongorázni, biztos vagyok benne, hogy önök elszámították magukat. Az emberek jelentős része fölismerte már a szélhámosságot. Tehát elindul egy fajta észhez térés, és az emberek jelentős része, azok is, akik beoltatták magukat, nem akarnak harmadik oltást. Eleve a statisztikák igazak lennének, akkor is a lakosságnak a fele oltatta be magát. Sehol nincs ez egyfajta úgymond nyájimmunitáshoz. Azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol kitűzik célul, hogy 30%, 50%, 70%, mikor elérik a 70%-ot, akkor azt kiabálják, hogy most már 80 és 90%-a, majd akkor lesz védettség. Az, aki nem látja emögött ezt az óriási manipulációt, amit ezekkel a nyájimmunitásban hívő, eznek a badarságnak, hogy nyájimmunitást oltással le lehet érni, ebben hívő emberek, hogy mondjam, a hozzáállásuk szükséges ahhoz, ugye, hogy fölvegyék az oltásokat. Ez a hozzáállás, ez kezd megváltozni. Tehát az emberek már nem hisznek olyan mértékben ebben, és nincs is ok, hogy miért higgyenek, hiszen azok, akik beoltottak, azok is megbetegszenek. Tudjuk, bármelyik páciensen benn volt
Covid osztályon, intenzív osztályon, mindegyik elmondja, hogy akik ott voltak, azok mind oltottak voltak. Tehát az oltás okoz valójában Covid-szerű betegséget. A harmadik, negyedik hullámot erre építik. Tehát azt szeretnék, hogy minél többen be legyenek oltva, minél több mellékhatás legyen, és a mellékhatásokra rá lehessen fogni, hogy oltás szövődmény. Úgyhogy én azt gondolom, biztató a helyzet. Bízhatunk a természetes ellenálló képességünkben. Nincsen olyan rendkívüli járvány, pláne most nyáron, semmilyen oka annak, hogy bárki felszólítson bennünket, hogy lebeszéljük az embereket, és kockáztatjuk, vagy veszélyeztetjük az embereket azzal, hogy az oltásoknak a hatásait megkérdőjelezzük. Nincsen járvány. Járványmentes időszak van, még politikailag sincsen járvány. És hogyha lenne is járvány, akkor is sokkal nagyobb kritikával kell hozzáállni ahhoz, hogy mi a valódi megoldása egy betegségnek. Valóban egy járvány idején elkövetett úgymond oltás, ami soha nem szokott működni. Az oltásokat mindig előre szokták adni a megelőzésként, és hogyha az megelőzésként nem működik, akkor hiába adják, az nem ér semmit. Vagy pedig olyan szerek, mint amiről már itt is szó volt, mint az ivermektin, a klaritromicin, a klórdioxid, a különböző gyógynövényes preparátumok, az illóolajok, nagyon sok minden van az irodalomban, amelynek a megvitatása szükséges lenne ahhoz, hogy tisztán lássunk, hogy tényleg mit is kell alkalmazni. Néhány immunszupresszív vírus elleni szert adnak rutinszerűen a betegeknek, amitől meggyőződésünk szerint sokszor inkább romlik az állapotuk, és ezt a gyakorlatot is felül kellene vizsgálni. Végre tiszta képet kéne arról kapni, hogy mennyi halálos áldozata van az oltások, eddigi oltásoknak. Látjuk, hogy azokban az országokban, ahol valamiféle korrekt statisztika folyik, ott is óriási számok jönnek ki. Az USA-ban is 11-12 ezer fölött van most már a bevallott, önkéntesen bejelentett halálesetek száma, akik az oltáshoz kapcsolódóan haláloztak el. És ott nagyon részletes kimutatás van, hogy ki, miért és hogyan. A Európában is 20 ezer fölött van, és ugye nagyon sok publikáció szerint ez 1%-a mindkét adat a valós eseteknek. Tehát lényegesen több halott vélhető már most az oltások miatt, mint amennyien úgymond az erőltetetten felfújt Covid statisztikák következtében Covid miatt meghalhattak. Éppen ezért messze menőkig tiltakozunk, hogy bármiféle oltást kötelezővé tegyenek tények nélkül, ennek a három csaló rétegnek a közreműködésével, politikus, média, mainstream média és álcelebek, álszakemberek, akiknek semmi közük a valós tényekhez. Nem valós tényeket idéznek, nem valós adatokat idéznek, hanem álszakemberek egymást idézgetik, és a politikusok pedig idézés nélkül csak pusztán bejelentenek, parancsolnak, és próbálják ezt a programot, ezt az előírt forgatókönyv szerinti programot végig zongorázni, és újra elővenni, hogy akkor most be kell zárni az embereket. Ne felejtjük el, semmi új nem fog már történni, nem tudnak újat felmutatni, minden csalásra fényderült. Tudjuk azt, hogy az otthon maradja, az hazugság volt. Tudjuk, hogy ezek a hullámok, ezek a teszteléstől függenek. Tudjuk, hogy oltások azok sokkal több mellékhatást váltanak ki, mint amennyit bevallanak és mutatnak. Tudjuk, hogy az időseket nem szabad lett volna beoltani, mert ott volt a legtöbb haláleset az oltások után. Tudjuk, hogy a gyerekek soha nem fertőztek, soha nem terjesztettek semmit, a gyerekeket nem szabadna semmilyen módon célba venni. De itt az a cél,
ezeknek a sötét erőknek az a célja, hogy mindenkit beoltsanak, mindenkibe belejuttassák ezeket a mérgező anyagokat, ezeket a különböző szennyeződéseket, amelyekről nem beszélnek, nem mutatják ki, nincs róla semmilyen átlátható adat, hogy mi van még benne, ugye? Csak például a spanyol kutatók most pontosan analizálták az egyik vakcinát, és pontosan lehet tudni, hogy mérgező anyagok is jelen vannak ezekben az oltóanyagokban. Tehát ez nem az emberek egészségét szolgálja. Felhívjuk mindenkinek a józan ítélőképességét, hogy mérlegeljen, tájékozódjon alternatív médiákból, kövesse ezeket, és próbálja meg megérteni, hogy az, hogy eddig maximálisan vakon bíztunk az állam megbízhatóságában, bíztunk az intézményekben, bíztunk a nemzetközi tudományos szervezetekben, ez ne legyen ok arra, hogy most ne legyenek kételjeink. Kételyeket kell támasztani, mert minden jel arra mutat, hogy itt nagyon masszívan át akarják vágni az embereket. És ezt csak a tudat ébredésével lehet megakadályozni. Köszönöm. Még kiegészítésnek én is mondanék valamit, tehát megdöbbentem, amikor tényleg Franciaország, Spanyolország után, tehát még csak egy-két országban van bevezetve, vagy legalábbis megpendítve, hogy az egészségügyeket oltják, és Magyarország rögtön mellé állt. Eddig Magyarország mindig a vége felé kúlogott az ilyeneknek, egyszerűen nem értem. Nem értem, ott van a svéd modell, Svédországba se rendelnek egyet, miért nem lehetne azt csinálni, miért kell nekünk vezérszerepet vállalni, és itt kiéleznie az egészségügybe ezt a helyzetet. Most például az történik a kórházakban, hogy összeírják, hogy ki oltott, ki nem oltott, akar-e oltást, nem akart, ezt mérik fel a kórházakban, de fölhívnám a figyelmet, hogy adatvédelmi törvények szerint ilyeneket nem lehet, meg nem lehet vezetgetni azt, hogy ki nem oltott, arról statisztikát csinálni. Aki be van oltva, önként aláír valamit, azzal a kórház rendelkezhet. De ilyen statisztikákat se lehetne kitölteni, és ha egy ilyen statisztikát kérnek, oda kell írni a kórház vezetőségnek, mellé kellni kell egy lapot, hogy miért, hogy kérik, milyen célból, hogy. Tehát ez pontosan le van határozva, nem csak így önkényesen, diktatúra szerint kiírni, és akkor félelmet kell tenni az emberbe, ha most odaírom, hogy nem kérem, akkor biztos elbocsátanak. Tehát ilyen dolgok is történnek. Ugye, és még fölhívnám arra figyelmet, hogy elég sokan keresnek mindig telefonon nővérek, kórházakból, mindenhonnan, és a legtöbb megkeresés, amikor kihirdették ezt, olyan nővérek voltak, akiket én ismertem, meg máshonnan is idegen, az ország másik részéből is, akik Covid osztályokban dolgoznak. És kiderül, megkérdezem, hogy a Covid osztályon dolgozók, akik látják a mindennapi küzdelmet végezték, legalább 50%-a nem akar oltást. Azért ezen el kéne gondolkozni, hogy a nővér valamit már lát, és valamit csinál. És ha most ezeket a nővéreket elhajtjuk innen, mi lesz, ha lenne tényleg még egy negyedik Covid-járvány? Ki fogja akkor gondozni megfelelőképpen? Mert nem mindegy, hogy ezek a Covid osztályok így is sürgősségi képen kialakított, nem megfelelő helységekben, nem megfelelő gépekkel, nem megfelelő személyzettel történt. Egy személyre, egy orvosra 15 beteg is jutott. Ha így állunk megint, és csak így engedjük el a dolgozókat, és azzal számolunk, hogy lesz negyedik hullám, akkor így gyilkosságot követel, aki elenged egyetlen dolgozót is ma az egészségügyből. Ezt most is kiemelem, egyetlen dolgozót nem szabad elengedni, pláne ilyen címen, hogy nem oltatom. Ha az oltás kötelezővé lesz, akkor lehet mondani, hogy a holokauszt elindult Magyarországon. Mert körülbelül ez olyan szinten van. Van a Verhoeven hölgy, aki holokauszt túlél Amerikában, az már egy hónapokkal ezelőtt kijelentette, hogy az oltás kötelezővé is egyenlő, hogy a holokauszt bevezetése itt is Európában. És az államnak nem szabad lenne tesztadóból élni, tehát mindenkitől pénzt kérni, mikor a WHO most is megjelentette, hogy ugye az antigén tesztek is nullák, értékelhetetlenek, nincs értelme, és akkor az emberekkel megfizettetjük, megvetetjük a PCR-tesztet, kidobjuk a pénzt, és ezzel is az embereknek csökkentjük az élethez való jogát, hiszen ez tesztadó, nem lehet más mondani, tesztadó történik Magyarországon. Köszönöm. Még annyi jó hírt szeretnék mondani, hogy
tudjuk nagyon jól, hogy sok egészségügyi dolgozó, és van még mindig sok orvos, aki nem oltatta be magát. Mindenképpen kitartásra biztatjuk őket, és ezt mi nem tudnánk jobban tenni, mint hogy megszervezzük a második budapesti COVID konferenciát, és ennek az időpontja az augusztus 18-a, a kommunikációját még nem nyitottuk meg, de ennyi előzetes hírt talán elmondhatunk, és azt is el tudjuk mondani, hogy ez itt a Magyarok Világszövetsége székházában lesz, amelynek Patrubány Miklós elnök úr lesz a védnöke, hasonlóan az előző évekhez, az előző évihez. Úgyhogy arra biztatunk minden orvos és egészségügyi dolgozó kollégát, hogy próbáljon majd az előadások internetes, online verziójában tudakozódni a valós igazságok felől. Nagyon sok jó szakember lesz jelen, vagy személyesen, vagy pedig online, internetes formában. Mindenképpen gazdagítani fogja ennek a tudásanyagnak az összetételét. Amíg önöket hallgattam, kavarogtak bennem a gondolatok, és háborog a lelkem mindennek hallatán. Valamennyire összefoglalnám magam is a magam tanulságait, illetve azokat a kérdéseket, amelyekkel, vagy felkérésekkel, amelyekkel a kormányzatot és az egészségügyi kormányzatot kellene illetnünk. De előbb szóljak hozzá ehhez a bejelentéshez, amit Tamasi doktor úr tett. Ez a koronavírus konferencia, amelyik augusztus 18-án, amelyre augusztus 18-án kerül sor, ehhez a Magyarok Világszövetségének immár több köze lesz, mint a tavalyihoz, amikor csak védnökösködtünk, meg befogadtuk. Erre a konferenciáról most a Magyarok 10. világkongresszusa keretében kerül sor, tehát szervesen beilleszkedik abba a nemzetstratégiai konferenciába, ami augusztus 15-e és augusztus 20-a között zajlik a Magyarok Világszövetségének székházában. És az is előfordulhat, tekintettel a túljelentkezésre, ha jól értesültem, akkor időszűkével küszködik az egy napra tervezett orvoskonferencia, koronavírus konferencia. Lehet, hogy megnyitjuk az előző nap délutánját is, július 17-ét is ennek a konferenciának, amennyiben valóban a nemzetközi részvétel, meg az ezzel járó, a tolmácsolással járó többletidő is, amit egy-egy előadás igényel, ezt szükségessé teszi. Tehát a Magyarok 10. világkongresszusa keretében egyetlen nemzet stratégiai konferencia lesz az idén. Annak lesznek folyamai, állam és nemzet a 21. században kimondottan nemzetpolitikai folyam, a koronavírus kérdésköre, az egy folyam, a magyar nyelv és a magyar őstörténet folyama, illetve hát Petőfi Sándor eltűnésének és halálának máig tisztázatlan körülményei, amelyek a magyar, egész magyar nemzetnek a legsúlyosabb erkölcsi tehertételét jelentik, immár közel 200 esztendeje. Nos, a jelentkezés a világkongresszusra, annyit tudni kell, hogy megpróbáljuk élőben közvetíteni minden létező csatornán, felkészülve arra is, hogy ha valamely csatornát megzavarnak, az orvoskonferencia az majd két nyelvű lesz, hiszen magyarul és angolul is megpróbálunk minden előadást sugározni, tehát hogy az tovább vihető legyen a világ minden irányába. Nos, még talán annyit a világkongresszusról, hogy ezen alapvetően küldöttek vesznek részt, az alsóházi elvű, felsőházi elvű küldöttek, a világ magyarságát képviselő küldöttek, de természetesen lesz majd mód
a vendégek fogadására is, akiket az előadók ajánlanak. Minden előadónak joga van legalább egy vendéget megnevezni, aki bebocsátást nyer majd. És a Szabadon Maroly székházunkban több teremben ki lesz vetítve majd a főteremben, a Széchenyi teremben zajló konferencia, itt a székházban is ki lesz vetítve, másik termekbe is. Tehát annak függvényében, hogy még székházunk befogadó képessége hogy néz majd ki, majd napi jeggyel érdeklődő magyar emberek is, akinek semmiféle kapcsolata nincs, amely révén esetleg ide tudna jutni. A belépési létszám határig elmenően az aznapi jelenlét függvényében még napi jegyeket is árulunk, és erről majd a Magyarok 10. világkongresszusának honlapján pontos információt lehet, naprakész információt találni, hogy holnapi napon például hány szabad jegy kerül forgalomba, és azokat előre is le lehet majd foglalni. Na de vissza a mai sajtótájékoztatónk igazi tárgyához, ehhez a bejelentéshez, mely szerint az egészségügyi dolgozóknak kötelezővé tennék a vakcinázást. Azt kell mondanom, hogy ezzel a kormány átlépett egy vörös vonalat. Átlépte azt a vörös vonalat, amelyet sohasem szabadott volna átlépnie. És csak reménykedni tudok, hogy ez egy ilyen botlás volt a miniszterelnök úr részéről, egy eléggé át nem gondolt bejelentés, hiszen ő is tudhatja, hogy ennek valóban nincs meg a pillanatnyilag a jogi háttere és a jogi kerete. De abban nem ringathatjuk magunkat, hogy ezt a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt ne tudná megteremteni bármelyik pillanatban. Arról ne is beszélve, hogy a koronavírus mizériára titokban készülődve, akkor, amikor még nem is volt ismert, és még ki sem robbant sehol a koronavírus jelenség, már akkor a magyarországi törvényhozás beavatkozott a vakcinázásra vonatkozó törvényekbe, és például kiemelte a törvényből, az országgyűlés hatáskörébe tartozó törvényből a kötelező vakcinák ügyét, és áthelyezte azokat a kormány kezébe. Tehát ebből kifolyólag egyrészt az országgyűlés nem is kell tudjon róla, de semmi beleszólása nincs abba, hogy mely vakcinákat mikor teszik kötelezővé. Másrészt nem is lehet népszavazást kezdeményezni ennek a megakadályozására, hiszen népszavazást csak olyan ügyekben lehet kezdeményezni, amelyek az országgyűlés hatáskörébe tartoznak. Ugye körmönfontan kitalálták ezt, azért, hogy se a nép, se a népnek a népszuverenitást megjelenítő képviselők, országgyűlési képviselők ne tudjanak beleszólni ezekbe a praktikákba, amelyeket majd a vakcinázással el akarnak művelni. Nos hát így állván a dolgok, én azt hiszem, hogy a Magyarok Világszövetsége nevében bátran ki kell jelentenünk, hogy nem szabad kötelezővé tenni egyetlen olyan vakcinát sem, amelyiknek akár egy halálos áldozata is van. Ahogy kiderül egy vakcináról, hogy egyetlen halálos áldozata van, abban a pillanatban fel kell oldozni a kötelező jellegét. Ez nem tűrhető, mert ettől persze kezdve tudatos emberöléssel állunk szembe, amit sem egyén, sem szervezet, sem testület és kormány még kevésbé vállalhat. Tehát ezt ajánlom, és ajánlom az orvos szakma művelőinek, és minden országgyűlési képviselő figyelmébe, és a kormány figyelmébe, hogy jól gondolják meg, és semmiképpen soha ne rendeljenek kötelezővé egy olyan szerbeadását, amelyik akár csak egyetlen esetben is halált okozhat.
Ami pedig ezt az egész nyomorúságot illeti, amiben az emberiséget és ezen belül a magyarságot is kergetik hatalmi szóval, nem lehet megtenni, hogy ne szóljunk és ne vonjuk felelősségre a felelősöket azért, hogy miért nem próbálják gyógyítani a koronavírus megbetegedést, miért nem próbálják megelőzni, miért nincs minden nap a híradóban ugyanúgy, ahogy fenyegetés van, riogatás van, beteg, megbetegedési és halálozási statisztikák vannak nap mint nap, óráról órára. Miért nincs nap mint nap és óráról órára tanácsadás, hogy hogyan lehetne az immunrendszert megerősíteni, milyen más eszközökkel lehetne gyógyítani, milyen más eszközökkel lehetne megelőzni a betegséget. Miért nem gondoskodik a kormányzat arról, hogy a társadalom és az emberek lelkülete magabiztos, bizakodó legyen, hiszen az a legfőbb oltalom, a jó kedélye, a legfőbb oltalom az egészséghez vezető úton. Nincs egészség ott, ahol nincs jó kedély, ott, ahol lelki gond, tipródás és félelem van, ott betegség következik és halál. Ennyit tudhatna egy kormányzat, és ha tudja, mert pedig tudnia kell, akkor miért nem eszerint cselekszik? Miért nem az önbizalmát neveli a társadalomnak? Miért kergeti a félelemben? Miért riogatja? Egyszer ezekkel a dolgokkal is számot kell adni. Majd számot kell adni, hogy úgy, ahogy minden híradóban arra módot tudtak keríteni, hogy a Semmelweis Egyetem rektorának, vagy a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus szakorvosának, vagy pedig XY virológusnak, állatorvosnak, aki embereknek ad tanácsot fennkölt hangon. Állatorvos osztja az eszet a Kossuth Rádióba, és ő mondja, hogy 5 éves gyerekeket már lehet vakcinázni. Tessék megfogódni, állatorvos. Hát ki hallott egy ilyen? Nem akarok én most neveket megnevezni, hát tessék meghallgatni az, aki a leginkább ajánlja az oltásokat. Az állatorvos. Tehát nem lehet ezt így tűrni, és kiváltképpen súlyossá válik az egész ügylet, attól a perctől kezdve, hogy megtudjuk, hogy tulajdonképpen ennek a betegségnek létezik nagyszerű gyógyszere. Olyan gyógyszere, amelyik a betegség minden szakaszában beadható, sőt megelőző jelleggel is beadható, sőt még a lélegeztetőgépen fekvő hetek óta lélegeztetőgépen fekvő betegeknek gyomorszondával beadott gyógyszer is gyógyít, és másnapra magukhoz térnek. Miért? És ez egy filléres gyógyszer. Az ivermektinről beszélek. Mikor fogja megkövetni az országos főorvos, tiszti főorvos, az ANTS, a Semmelweis Egyetem rektora, az infektológus főorvos, a kormányfő, az egészségügyi népjóléti, pontosabban emberi erőforrások minisztere, aki maga is orvos. Mikor fogják megkövetni például Merényi Attila doktort, aki már tavaly novemberben ráirányította Magyarország figyelmét az ivermektinre, hogy létezik egy szer, amelyikről kiderült világszerte, hogy gyógyítja a koronavírust. Ehelyett elhallgattatták őt, és azt az újságírót, aki megmerte szólaltatni, azt még az ellenzéki indextől is két lábbal kirúgták. Hát jól látjuk, hogy ebben ez a mizéria attól válik mizériává, hogy ebben tettes társ a kormány és az ellenzék egy hangon, hiszen még az ellenzék még harsányabban követelné, gondolom, az oltakozást, mint a kormányzat, illetve versengene vele, ha tehetné. Igen, kérem szépen, tudomásul kell venni, vannak államok, Mexikót említem, és Mexikó City-t, Mexikó állam fővárosát, amelyik önmagába véve háromszor akkora, mint Magyarország népessége, 30 milliós város, ahol volt bátorsága az egészségügyi irányításnak bevezetni az ivermektines megelőző kezelést. És amint valaki
koronavírus pozitív tesztet produkált, azonnal megkapta az államtól azt az ingyen csomagot, pontosabban a fővárostól, azt az ingyen csomagot, amelyikben a hatóanyag az ivermektin volt, és kiegészítve ilyen-olyan vitaminokkal és antibiotikumokkal, annak függvényében, hogy egy beteg esetleg milyen stádiumában van, szüksége lehet arra is, hogy antibiotikumot is adagoljanak az ivermektin mellé. És ezt a szabványcsomagot kiosztották mindenkinek, aki a pozitív tesztet produkált azonnal, és mit tapasztaltak meg két hónapon belül, hogy az elhalálozási ráta 70%-kal csökkent. És a kórházakban terheltsége 70%-kal csökkent. Tehát egyszerűen egy látványos javulása ment végbe az egész város, tehát három magyarországnyi város lakossága egészségügyi állapotának. Az, hogy Magyarországon azzal áltatják a népet, hogy igenis már vizsgáljuk Pécset, vagy Szegeden, vagy tudom is én hol, ivermektin vizsgálatokat hajtanak, szép lassan tessék azokat végezni. Hát, hogyha 2030-ra lesz már egy 50 fős minta, ahol az első fél tesztet már befejezték. Nem szabad elsietni, mert ugye körültekintően kell bánni. Az nem baj, hogy ismeretlen, teljesen ismeretlen hatású, soha nem volt szereket millióknak adnak be. Itt óvatosan egy 50-70 fős mintán kell majd macerálni jó sokáig, hát hogyha elmúlik és nem is fog kelleni bevezetni. Hát Magyarországon majd az INTS és a Semmelweis Egyetem rektora azért is bocsánatot kell kérjen, hogy amikor amikor Merényi Attila doktorral az Indexben tavaly novemberben megjelent az interjú az ivermektinről, hogy másnap megszólalt az INTS, másnap megszólalt az egyetem rektora, és óva intettek attól, hogy állatoknak adandó szerekkel próbálják egyesek magukat kezelni. Mert ugye még azt is hazudták, hogy az ivermektin csak állatoknak való gyógyszer. Aztán majd azt mondták, hogy igaz, hogy adogatják embereknek, és persze hónapokkal később, igaz, hogy adogatják itt-ott, de csak a déli égövön, Európában nincs emberi használatra szánt ivermektin. Ahhoz, hogy kiderüljön, Németországban az Infectopharm GmbH című cég gyártja Németországban. Egy kis gyógyszergyár. Gyártja, elérhető, Ausztriában is megvásárolható. Én magam is attól gyógyultam meg. Aztán hallunk olyanokat, hogy a vámhatóság elkobozza az Indiából, Egyiptomból, innen-onnan ivermektint gyártó országokból magánemberek által saját maguk és családjuk számára beszerzett ivermektint. Hát ki hallott egy ilyesmire? Egy olyan gyógyszert, amelyik az Európai Unióban engedélyezve van, egy olyan gyógyszert, amelyik az Európai Unióban gyártanak és szabadon árulnak. Szóval ez tulajdonképpen mondtam, amikor lelepleztem ezt, és magam is meggyógyultam az ivermektintől, hogy az egész koronavírus mizéria legnagyobb botránya Magyarországon az ivermektin teljes elhallgatása. Ha legalább annyit tettünk volna, mint Szlovákia, ahol ugyan oltakoznak, meg tesztelnek, meg mindenféle nyomás alá helyezik az ország népét, de azért közben gondoskodtak arról, hogy minden gyógyszertár és minden kórház el legyen látva ivermektinnel, és a szakhatóság, az egészségügyi minisztérium szakemberei, egyetemi professzor, egyetemi adjunktus, PhD-s főorvos, saját nevükkel írjanak használati ajánlást és utasítást ahhoz, hogy ezt a szert hogyan kell használni. Hol vagyunk ehhez képest, mi a Magyarország? Itt, mint süket a gombot, nyomják az oltakozást, mint hogyha az bármit megoldana. A minap hallottam a Kossuth rádióban, hogy Ukrajnában gond van, mert a népnek csak 8%-a volt hajlandó beoltatni magát. Nem hajlandó. És most mit kell képzelnünk, hogy Ukrajnában tömeghalál következik be? Dehogy következik tömeghalál be. Ebből is lehet látni, hogy ez az egész hisztéria, amit a koronavírus körül keltenek, ez egy mesterségesen felfújt és fenntartott idegállapot és egy társadalmi állapot, amelyeknek ideje véget vetni.
Én tehát felhívással élek a magyarországi gyógyszergyártók irányába. Tessenek ivermektint kezdeni gyártani. Tessék gyártásba venni. Lejárt a 25 éves oltalma az ivermektinnek. Amikor én márciusban beszereztem magam számára egy 4 tablettából álló doboznyit, akkor még 77 euróba került Ausztriába. Egy hónap múlva 7 euróba került ugyanaz a gyógyszer, mert időközben lejárt a védelme, és én már nem kell szerzői díjakat fizetni, és bárki, bárhol, bármelyik országban gyárthatja, szabadon gyárthatja. A hatóanyagot, mint annyi más gyógyszer esetében be lehet szerezni Indiából, hiszen India az egyik legnagyobb hatóanyag szállító, és el kell kezdeni gyártani minden tovább minélkül. Ha van egy csepp lelkiismerete egy magyar gyógyszergyártó cégnek, nem beszélek az óriásokról, vannak kis magyar gyógyszergyártó cégek, 2-3 millió eurós évi forgalommal, nem kell milliárdos cégek legyenek, akik ezt gyártsák. Tessék gyártásba venni, és tessék életeket menteni vele. A magyarországi gyógyszer engedélyező hatóságokat pedig felszólítom, hogy gyorsított eljárással tessék engedélyezni egyrészt az ivermektin behozatalát és gyógyszertári bevásárolhatóságát, pláne hogyha attól tartanak, hogy ősszel ismét meg fog ugrásszerűen nőzni a megbetegedések száma. Tessék engedélyezni az Európai Unióban forgalmazott, gyártott és forgalmazott ivermektin típusoknak a magyarországi árusítását, és tessék a magyarországi gyógyszergyárakat, akik arra szánják magukat, hogy ivermektin gyártsanak, tessék azoknak gyorsított eljárással megadni a működési, illetve a gyártási engedélyt. Hogyha meg lehetett adni kísérleti szakaszban levő, soha nem látott, soha nem hallott génmódosító szereknek az alkalmazását milliós léptékkel. Én azt hiszem, hogy ezen felül már csak egyet kéne tennünk innen erről a sajtótájékoztatóról, hogy valami konkrét ajánlást tegyenek doktor urak az egészségügyi társaiknak, hogy mit tegyenek, hogyha mégiscsak meghozzák azt a rendeletet, azt a kormányrendeletet, hiszen ezt a kormány ma már megteheti, amelyikben előírnák, hogy kötelezzék, tehát hogy kötelezővé tennék számukra az oltást. Valamilyen tanácsot kéne adjunk. Olyat is hallok naponta, hogy bejönnek és mondják panaszkodva nekem, hogy elmentem az STK-ra és kértem, hogy ilyen-olyan laborvizsgálatra küldjenek el, azt mondták, hogy csak akkor végzik el a laborvizsgálatot, ha be vagy oltva. Illetve, hogyha van védettségi igazolványod. Hallottunk egy ilyet? Elképzelhető ez ma Magyarországon? Én erre csak azt tudom mondani, hogy akivel ez előfordul, az tartsa oda a mobiltelefonját, kapcsolja be és kérje meg azt az illetőt, aki azt mondta, hogy betegellátás, bármilyenféle betegellátás, csak akkor történhet meg, hogyha van oltási igazolványa, tartsa oda a mobiltelefonját, és küldje el nekünk azt a felvételt, hát hogyha jogi útra tudjuk terelni, és egy kicsit meg tudjuk fékezni ezt az elharapózó gátlástalanságot, amit ezen a téren is meg kell tapasztalnunk. Szóval én azt tudom tanácsolni az egészségügyi dolgozóknak, akik kétségek között vannak most, hogy akkor mit tegyenek, hogy tartsanak ki. Ez, ami most politikusok, ugye ez a csalás egyik szintje, a politikus bejelent valamit, de nincs is hozzá jogszabály, és nem is tudni, hogy mi a háttere, meg a környezete ennek az intézkedésnek, és persze semmilyen tudományos alapja nincs. Tehát úgy kell kitartani, hogy várni kell. Természetesen nyilvánvaló, hogy ez nyomás, kellemetlenség, állandóan a birka környezet ugye az elnyomja az illetőt, mert elmondják nekem ezek az egészségügyi dolgozók, hogy jön az orvos, és akkor mindig az első kérdés, hogy akkor mikor oltatja magát, meg bármit csinál, akkor mindenütt ez a kérdés merül föl. Egy állandó molesztálás van a
az oltás irányába. Én azt tudom mondani, hogy ennél van sokkal nagyobb probléma az életben. Például, hogyha az ember megbetegszik, vagy meghal ettől az oltóanyagtól, aminek nincsen valódi engedélye, csak egy szükségállapotra való engedélye van. Semmikor nem tesztelték hosszú távú hatásait, mellékhatásait ennek a készítménynek. Tehát ki kell tartani, tűrni kell a molesztálást, össze kell fogni a többiekkel, akik szintén hasonló cipőben járnak, meg kell keresni a kórházon belül azokat, és kell valamiféle közös gondolkodást kialakítani. Beszélgetni kell, stratégiát kell fogalmazni, beadványokat kell írni, panaszokat kell írni, és így tovább. Hallatni kell a hangjukat. Tehát ez a második. Össze kell fogni, hallatni a hangjukat. A harmadik dolog, hogy föl kell kutatni a adott településen, vagy adott kerületben azokat az ügyvédeket, akik hajlandók beleállni ebbe a dologba. Általában most azt mondják az ügyvédek, hogy még egyelőre várni kell, amíg ha valamilyen jogszabályt produkálnak. Jogszabályt még nem is biztos, hogy produkálnak, mert most azt lesik, hogy reagál a társadalom. És azért én azt látom, hogy elég nagy felháborodás volt ennek a bejelentésnek a kapcsán ahhoz, hogy elgondolkodjanak, hogy egyáltalán akarjanak-e ilyen jogszabályt hozni. De elképzelhető, hogy meg fogják hozni a jogszabályokat, mert hogy ugye a forgatókönyvet meg kell csinálni, valaki ott áll mögöttük, akik erre rendkívüli erőszakkal biztatják őket. És hát ahogy a Patrobány úr is elmondta, erre megvan a lehetősége a magyar politikának, hogy egy ilyet megcsináljon. Tehát, hogyha megvan a jogszabálya, megvannak a végrehajtási intézkedések, akkor tud ugye egy ügyvéd ebbe ezzel foglalkozni, és nyilván az az ügyvéd tud csak vele foglalkozni, aki hasonlóan gondolkodik. Tehát föl kell deríteni, hogy ki az, aki az oltásokról hasonlóan gondolkodik, aki fölismerte, hogy e mögött egy óriási szélhámosság áll. Ezen túl egymással, más kórházakkal is érdemes kapcsolatot tartani, akár ilyen fórumokat, egyre több ilyen közösségi médiákban, egyre több ilyen csapat van, akik gyülekeznek, mert ezek a csoportok tudják megadni azt a lehetőséget, hogy az emberek egymás között levezessék a feszültséget, kérdéseket tegyenek fel, tisztázzanak dolgokat. Tehát mindenképpen a közösség az nagy érték, és próbáljonak ilyen networköt, ilyen hálózatot összehozni, hogy más ismerőssel, aki egy másik kórházban van, aki hasonlóan gondolkodik, akkor kialakítani ezeket a kapcsolatokat. Tájékozódjanak az alternatív médiákból. Komolyan mondom, hogy ez az egész, ez bármikor megbukhat. Tehát nem csak rajtunk múlik, akik próbáljuk felvilágosítani az embereket, hanem ő rajtuk is múlik, mert ott is nagyon sok az ellentét. Tehát azok az erők, amelyek ezt szeretnék, ezt az egészet keresztülvinni a világon, ott is nagyon sok ellentét van. Lehet, hogy magukat fogják lebuktatni, de az is lehet, hogy egyszer csak úgy lavinaszerűen elindul egyfajta összedőlése ennek a nagy propagandának. Minden esetre ki kell tartani. Az biztos, hogy örökké nem tart egyik fázis sem. Tehát nem kell attól félni, hogy majd mi lesz jövőre, azután való években, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez évekig fog tartani. Lehet, hogy van még egy-két hét, vagy egy-két hónap, vagy egy-két év. Ezt ki kell bírni, ki kell húzni. Én a gyerekeimnek is azt mondtam, hogy egy egyetemi vizsgáért nem érdemes az embernek egy bizonytalan összetételi oltást fölvenni, akkor inkább évet kell halasztani. Nem kell örökre lemondani arról a szakmáról. Most tudomásul kell venni, hogy van egy erőszak, egy terror, amivel a bizonyos dolgokat el tudnak érni, rá tudnak erőszakolni emberekre, de egyrészt még él a jog, a jognak minden lehetőségét meg kell ragadni, másrészt pedig nem fog örökké tartani ez a dolog. Tehát bízunk abban, minél többen
logikusan, észszerűen, szeretettel viselkednek és tesznek, és száműzik így egymás között is a félelmet, annál hamarabb meg fog bukni ez az egész. Ez egy rémálom, sajnáljuk, de mindenkinek meg kell vinni a maga csatáját, és az a jó, hogyha közösségben tesszük ezt, úgyhogy próbáljuk meg megismerni egymást. Én még a saját esetemből kiindulva a másik oldalt is kérném. Kérném a kórházigazgatókat, osztályvezető főorvosokat, hogy értékeljék át, ha van az osztályukon 1-2-3-4 ember, aki nem akar oltakozni, ezt vegyék figyelembe, mert úgy járnak, mint mondjuk velem járt az Úszti Kórház, hogy nem járhatok Ózdra dolgozni, így gyakorlatilag az ortopédiai szakellátás megszűnt Ózdon. Az állt szakrendelésből és műtétekből is, hiszen minden ózdi beteget meg tudtam helybe műteni. Ugyanígy Salgótarjánban a protézis ellátás fog majd akadozni és csökkenni. Egy kórházigazgatónak és egy osztályvezetőnek mérlegelni kell, mint az én esetemben is kellene mérlegelni, hogy azok a változások, amik bekövetkeznek azáltal, hogy dolgozókat távolítunk el, mennyiben fogja hátráltatni a betegellátást. A kórházigazgatók, osztályvezetők is hipokratészi esküt tesztek, és arra tették, hogy ugye a betegellátást szolgálják. Márpedig, hogyha egy ilyen vészhelyzetben, vagy legalábbis ilyen, ahol minimális már az egészségügyben dolgozók száma, éppen hogy csak működtethető, nem szabad megengedni, hogy még embereket bocsássunk el. Köszönöm szépen, kedves doktor urak, a jó tanácsokat, az elemző felszólalásokat. Reméljük, hogy azok, akik követik a sajtótájékoztatónkat, ebből valamit a saját hasznukra, a saját életük alakítására le tudnak szűrni. Én is figyelmébe ajánlanám mindenkinek, aki ezt a felvételt követi, hogy közzétettük magyar fordításban Michael Capuzzo-nak az írását. Michael Capuzzo a New York Times legolvasottabb publicistája, és ő egy terjedelmes oknyomozó riportot közölt, amit hónapokon keresztül készített, arról, hogy tulajdonképpen Amerikában hogyan is néz ki az ivermektin elleni összeesküvés, és hogy gyakorlatilag milyen mértékben gyógyítja az ivermektin a koronavírus megbetegedés minden szakaszát. És micsoda elképesztő összeesküvés van a média, a politikum és a gyógyszergyártó mamut cégek között, akik sok százmillió dolláros állami támogatást kaptak azért, hogy egy koronavírus elleni gyógyszert kifejlesztenek, és aztán ennek a sok százmillió esetenként akár milliárdos állami támogatásnak, vissza nem térítendő támogatásnak a birtokában, majd politikusokat is megvásároltak, akár úgy, hogy részvényeket adtak nekik, akár tételesen tanácsadói megbízásokat, magas szintű kongresszusi és szenátusi képviselőket vesztegettek meg ilyen szinten. Név szerint megvan, hogy kit, melyik gyógyszergyártó cég hogyan vesztegetett meg, milyen összegekkel, ahhoz, hogy majd a törvényhozásban is úgy alakítsák a dolgokat, hogy lehetőleg az ivermektint azt zárják ki. Még maga az ivermektint emberi használatra bevezető Merck nevű nagyvállalat is, gyógyszeróriás is, úgy foglalt állást, hogy hát az ivermektin az nem ajánlott a koronavírus ellen. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a Merck is kapott az amerikai kormánytól több százmillió dollár vissza nem térítendő támogatást ahhoz, hogy kidolgozzon egy gyógyszert a koronavírus ellen. Ki is dolgoztak valamit, aminek az egy főre eső adagja 3000 dollárba kerül. Egy főnek az adagja 3000 dollárra. És hát természetes nem fognak saját maguk alatt a fát vágni azzal, hogy az ivermektint ajánlják, amelyik most már centekbe kerül, és teljes mértékben gyógyítja a koronavírust. Tehát ilyen pénzügyi, ilyen alattomos és aljas érdekek
is közrejátszanak abba, hogy lassan ugye hiteltelenné válik az egész tudomány, hiszen ma már nincs olyan állítás, amit legalább olyan szintű tudományos cáfolat ne illetett volna. És ezek az állítások többnyire azért születnek, mert a politika, vagy a pénzügyi szektor, vagy a háttérhatalom valaki ezt diktálja, és akkor megszólal egy-egy tudós, aki ezt megpróbálja helyretenni, erre pedig rászabadítanak egy lefizetett, megfizetett másik véleményformálót, aki ennek pontosan az ellenkezőjét mondja. Hát ez a legtökéletesebb példa, ami a Merkel történt, hogy a saját gyógyszerét leminősítette azért, hogy pár centes gyógyszer helyett árulhassa a 3000 dolláros adagokat. Ez csak egy gondolat. Én befejeztem, köszönöm. Tehát azt kell megérteni, hogy ennél az ivermektinnél lejárt a szabadalom. Gyakorlatilag ingyen bárki gyárthatja bárhol. A hatóanyag pedig olyan olcsó, olyan filéres, hogy az államnak egy minimális összegbe kerülne, hogy előállítsa és ingyen adja. Tehát ha igazán korrekt lenne a magyar állam, ezt ingyen kéne adni, mindenkinek lehetőséget biztosítani, és nem kell félni, meg kell szüntetni, nincs kórházbezárás. Olyan drasztikus költségeket lehetne megtakarítani vele, ha most ellátnánk minden körzetorvosi rendelőt mindent ezzel, és megszüntetnénk a teszteket, hogyha a PCR-tesztek már nincs értelme, és kifejleszteni, hogy mi a diagnosztikány, mert orvosként, ha jön egy ilyen vírusfertőzés, az orvosnak kell felismerni a tünetek alapján, és ott van, leveszem és kezelem. Ennyi lenne az egész. És nem kéne kórházokat bezárni, nem kéne kórházokat ugye rámondani, hogy a kórház fele most COVID részleg, stb. Tehát óriási dolog, ezen el kell gondolkozni. Lesznek kérdések majd. Hát, hogyha sajtótájékoztatónak ígértük, akkor helyet kell adjunk a kérdéseknek is. Tessék, parancsolj. Tisztelet részletel köszöntöm a nézőket és jelenlévőket. Tehát Brinz András vagyok, harmadik osztályos civilektől. Tehát én tavaly márciusban és áprilisban, tehát 2020-ban 3 e-mailt írtam Orbán Viktoréknak és Kásler Miklóséknak. Választ Orbánoktól nem kaptam, Káslertől 2-t kaptam. Érdemben nem volt lényeges. De megírtam a kutatók munkás írási alapján, hogy hogyan lehet a vírust megelőzni, tehát nagyon valószínűleg elkerülni a vírust, és hogyan lehet meggyógyulni gyorsan belőle. Tavaly márciusról beszélünk, és áprilisról beszélek. És ez nem érdekelte őket valójában. Ugyan a vérplazmás módszert azt megköszönte Kásler Miklós, mondjuk elkezdték alkalmazni néhány betegnél, az használt is állítólag. És utána valamikor 2020 novemberében láttam az amerikai statisztikai adatokat, a versenyes adatait, és ott látható volt, hogy a Pfizer, a Moderna és az Astra okozza a legtöbb halálesetet és súlyos sérülést. Ezt megírtam 2021 márciusában Orbánéknak újból, e-mail formájában. Választ nem kaptam tőlük, és kiadtunk egy közleményt, hogy egy napon belül függesszék fel ennek a 3 oltóanyagnak a használatát. Erre nem függesztették fel a Pfizer például, hanem még rendeltek több százezer darabot belőle. Abból, ami bizonyítottan halálos és súlyos sérüléseket okoz, tehát itt tartunk emberek, hogy megrendeltek, és elkezdték oltani az állapotos nőket fele, és elkezdték oltani a fiatalokat azzal a Pfizerrel, amely a legtöbb halált okozta a statisztikák szerint. Ez nyilvánvaló, hogy ez nyilvánosan van hozva, de erről még, ezt még nyilvánosan hozzuk. És még egy dolog, tüntetés lesz július 25-én, most vasárnap, déltől, Deák téren. Mindenki, aki felelősséget érez a magyarságért, az jöjjön oda. Tamás Józs is beszélni fog, én is beszélni fogok egyébként. Tehát július 25-én Deák tér, Budapest tüntetés, tiltakozás, és népi téret lesz a diktatúra ellen. Köszönöm szépen. Én is javaslom mindenkinek a tüntetést, én is ott lennék, csak mi meg Erdélybe megyünk a
Szövetkezet TV-vel, és ott fogunk föllépni, és ott fogunk majd szerepelni. Van-e még valakinek valami kérdése? Egy kollégát adnám át. Köszönöm. Dr. Bodó Sándor vagyok, a MVS Komárom-Esztergom megyei elnöke. Azt olvastam, vagy hallottam valahol, hogy eddig nem volt a védőoltásoknál szokás, hogy fölírják a pácienseknek a nevét, és az oltóanyagnak is van egy száma, és a jelen esetben, nem tudom, hogy minden oltóanyagnál-e, de a nevét és az oltóanyagnak a számát, amit beadnak egy embernek, visszaküldik a gyógyszergyártónak. Hogy ez lehet erről valamit tudni, mert ez különböző visszaélésekre adhat alkalmat. Ez azért van, mert kísérleti fázisban van. Tehát a gyógyszergyártónak tudni kell. 2 évig például, amit összegyűjt most adatokat, 2 évig nem férhetünk hozzá. 2 év után kell neki majd ideadni, tehát 2023 után kell lejelenteni. Tehát ez nagyon jól meg van szervezve, hogy ne tudjuk, hogy miért. Ezért nem lehet tudni, hogy milyen a hosszú hatás, mikor kell adni a második oltást pontosan. Nagyon le van dokumentálva, hogy ne lehessen tudni ezeket, hogy mi történik. Van-e még kérdés nálad? István, akkor átadom. Néhány dolgot felírtam. Én Tarc István vagyok, a Kárpát-medencei Újságírók Egyesületétől. Ismét felteszem a kérdést, ahogy múltkor is. Hol van a tájékoztatás Magyarországon, tehát a sajtó igazából hol van? Mert ha ez nincs rögzítve, akkor sehova nem jutna el azok által, akiknek ez lenne a feladata nap mint nap, hogy híreket közöljenek, és a különböző véleményeket ütköztessék, tehát lehetőséget adjanak arra, hogy minden ember tájékozódhasson, hogy ne az orvosához kelljen fordulni, hogy melyik koktélt, melyiket hogyan keverje össze, mert az orvosa sem tudja. Ebben biztos vagyok. De a felelősséget azt ráruházzák, sőt, lemondanak minden felelősségről, amikor az emberek aláírják, saját maguk veszik fel a felelősséget, hogy ők kérték ezt az oltást. Amikor ezt az oltást megkapják, utána semmiféle lehetőségük nincs arra, hogy kártérítést követeljenek. Itt a válasz, hogy 2 évig nem lehet tudni, pedig ide felírtam kérdésnek, hogy igen, az utánkövetés, tehát a beadott injekció első-második után milyen reakciók vannak. Van a neten olyan gyűjtés, akik felírják a saját környezetükben történt változásokat, saját ismerőseik vagy barátaiknak a reakcióit, akik beoltatták magukat. Sajnos azt kell mondjam, hogy a mi miniszterelnökünk péntekenként sok mindent megenged magának, eszementnek, tartja azokat, akik másképp vélekednek, mint a fősodratú. Tehát olyan szavakat enged meg, ami szerintem vállalhatatlan. Amiket felírtam, az oltott miért fél azoktól, akik nem oltatják be magukat? Hát ha ő azt mondja, hogy ő védve van, akkor miért? Mi az, hogy védve van? Tehát a kísérleti fázisban nem lehet biztonsággal állítani azt, hogy ez az eredmény, ez be fog következni. Sőt, itt vannak a példák, itt elhangzottak, hogy oltott is ugyanúgy fertőzhet, megbetegedhet, stb. Lehet, talán bízunk benne, reméljük szakértők, akik ezzel beszélnek. Még egyszer elmondom, egyszer azt hiszem, mert említettem, nem itt, hanem máshol. A Szlávik János, mikor a tévében megkérdezték, hogy a fiát beoltatta-e, azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg azt a reakciót. Egyszerűen mellé beszélt, tehát nem azt mondta, hogy igen, beoltattam, ezért meg ez. Most ami veszélyt én látok ezzel a befolyásolással, ezzel a rettegtetéssel, félelemkeltéssel, tábort gyűjtenek azok lesz a táboruk, azok az emberek, akik mondjuk úgy, hogy a tájékozatlanságuk okán beoldatták maguknak ezeket az ellenőrizetlen anyagokat, és ezeket azokkal szembeállítják, és ezt nap mint nap tapasztalom, telefonálva, tegnap is telefonáltam a rádióban, nap mint nap szembeállítják a másik véleménnyel, tehát a tudatlan emberek véleményét használják fel, hogy alátámasszák a saját
azt kell mondanom, közvetett gyilkosságukat, amit ma Magyarországon folyik, ez közvetett népirtás. És ezt vállalni kell, ezt a kijelentést, az igazság az mentheti meg az emberiséget, mert úgy látom, hogy ez olyan szinten az egész világra kiterjed, és minél tudatlanabbak azon országok, amelyek nincsenek képben, hogy egyszerűen tömeggyilkosságok következnek be ezektől a nem tudom hányadik, harmadik, ötödik, hetedik oltások után az emberek. Miért nem kérdezik meg azokat, akik vállalták volna, hogy mindenféle védőruha, felszerelés nélkül is oda menjenek azokhoz az emberekhez, akiknek szüksége van arra, hogy ellátást kapjanak. Szkafanderben, mindenféle maszkban mennek oda, de vannak olyan emberek, akik vállalnák azt, hogy segítsenek, és ez megint lehetne tesztelni. Tehát én itt arra most akarok kiukadni, hogy annak idején voltak emberek, és nem is olyan régen, itt például a portán is látom Bruno Gröningnek a képét és az ő tanítását. Tehát ő az 40-es években élt, és olyan szintű gyógyításokat, tömeges gyógyításokat követett, vagy segített elő emberek tízezreinek Németországban, és ez dokumentálva van, hogy milyen jelentősége van a hitnek, mint ahogy annak idején Jézus ennyit mondott, hogy a hited meggyógyított. Tehát a lelki terror, ami ma folyik, a félelemkeltés, az micsoda óriási károkat okoz azokban az emberekben, és ez megbetegíthet, sőt, megölheti az embert, sőt, a reménytelenség öli meg legtöbb embert, idős embert. Miért éljen? Egyszerűen ez egy vállalhatatlan, tehát meg kell állítani ezt az őrületet. Kérdezném azt, hogy ami most lesz hónap végén szakszervezeti, egészségügyi szakszervezeti megmozdulás, van-e valami kapcsolat, kérés tőlük felétek, hogy valamilyen hozzászólást ott legyetek? Volt-e ilyen? Ezt kérdezném. Akkor még nézem, mert elég sok mindent felírtam. Jobban ki kellene szerintem domborítani azokat tömérenvelősen, azokat az összeesküvésnek mondott tényeket, amelyek igazolják a 12-es olimpiai megnyitó, londoni megnyitón, miért voltak azok a kórházi ágyak, stb. Madonnának a dalában, a videoklipjében miért vannak azok a dolgok, vagy éppen a Bill Gates féle szervezésben azok, amik történtek, hogy ezeket összefoglalni, hogy minél tömérebben, velősebben, de oda tenni az emberek elé, hogy emberek, azért vigyeljünk oda, mert könnyen rámondanak valamire, hogy összeesküvés. Én pedig azt mondom, ezek valós tények, az emberiség ellen a nép csökkentése, a létszámának csökkentése a cél. Én legfontosabb, amit szeretnék, tehát itt kidomborítani, hogy miért nincs, nem érzik az emberek azt, hogy miért nincs érdemi lehetőség vitára, hogy a másképp gondolkodó eszement orvosok, akik lelkiismeretükre hallgatva felvették a harcot. Miért nem lehet fősorratú médiában ütköztetni a véleményeket? Ez egy nagyon fontos adalék lenne minden ember számára, hogy fölfogja azt, hogy mi is folyik itt. A pénz lett az Isten, ez nem kérdés, és itt az ügyvédek, mert nem lesz remény, mert kamerából kizárás, stb. Tehát itt tényleg olyan egyeniségekre, emberekre van szükség, akik tényleg fölébredtek, mert különben őkre nem lehet számítani. Az értelmiség nyugodtan ki lehet mondani, elárult ezt a népet, de nem csak itt, hanem szinte mindenhol. A pénz lett az Isten, és ez megőrít mindenkit. Bocsánat, mindenki szót nem szeretem használni, nagyon sokakat, és tényleg ezt mindenkinek ajánlom. Igen. A gyermekek, hogy ne csak a gyermekeknek az oltásán háborodjunk fel, óriási bűn, de a minden embernek a beoltásán úgy, hogy ellenőrizetlen anyaggal nyomjuk tele a testét. Koktélokkal, már most a harmadik oltás az már koktél lesz, mert ez a
Rusvai orvosnak mondott állatorvos, ugye? Jól mondom? Ő igaz? Nevezzük nevén a gyereket. Tehát ez az ember egyszerűen gátlástalanul ontja a félretájékoztatást a fősorozatú médiában, hihetetlen rengeteg időt kap bármikor, és ez az ember a koktélokat magyarázza, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Hát honnét tudja? Milyen bölcs emberek ezek, akik úgy gondolják, hogy ez biztosan, ez csak ez az egy megoldás. Hát egyszerűen őrület. Honnét veszik a bátorságot? Honnét van lelkiismereti furdalás nélküli nyugtuk ennek az embereknek? Tehát egyszerűen, ha a netadóra kiment 20 vagy 30 ezer ember egy nap alatt, mert meg akarták adóztatni, itt az Erzsébet hídon vonultak, és az életükért az emberek nem mernek kiállni, nem mondják azt, hogy elég volt. Takarodjatok ellenzéktől elkezdve a kormány, aki ezt a népirtást elősegíti lelkiismeret nélkül. Álljon meg a menet. Tehát magyarok vagyunk, igazságot akarjuk, vagy nem akarjuk. Itt van mögöttünk Trianon, Petőfi ügy. Vállalta a mi vezetésünk azt, hogy bármikor is megvizsgálja ezt az ügyet? Nevetséges. Tények vannak, és egyszerűen hallgatnak, és népírtanak. Azt hiszem, hogy nagyjából mindent, amit ide felírtam hirtelen, azt szóvá tettem. Köszönöm a szót, és kívánom, hogy mindenki gondolkozzon ezen az a másfél órán körülbelül, ami most itt elhangzott. Köszönöm szépen. Itt elhangzottak konkrét kérdések, válaszolnak rá a doktor urak? Igen, már is akkor. Hát először is 31-én a MESZK, az ápolási szakszervezet rendezne egy tüntetést. Engem még nem kerestek meg, gondolom téged se, Józsit, de én itt nyilvánosság előtt felajánlom, hogy szívesen elmegyek, vagy elmennénk is, hogyha meghívnak bennünket, hiszen nekünk nagyon fontos, nekem mindig is fontos volt ugye az egészségügybe a középkáder réteg, az ápolónők, akiken múlik a legtöbb minden, és én kezdettől fogva a kamara vezetése ellen vagyok abba, hogy ugye hogy lehet az orvosok fizetését rendezni, és az nem kerül szóba, hogy párhuzamosan a nővérek fizetését is rendezni, mert akkor feszültség keletkezik az osztályon. Én ezt kezdettől fogva mondom, és nem értek egyet most se azzal, hogy ez a kamarai vezetés, ami ma van, hogy ilyen dolgokat műveljen, amit ők művelnek. Volt még egy, amit megemlítettél, ezeket a koktélokat, hát ugye ez is azt jelenti, hogy kísérleteznek rajtunk, ugye elkezdték próbálni, hogy először Pfizer, utána na majd jön a Moderna, vagy jön az orosz vakcina, mindent kevertek mindennel, most jelent meg két napja a Pfizer, most már adott ki egy közleményt, hogy ő nem javasolja a keverést, hanem a Pfizer csak Pfizerral lehet, nyilván anyagi érdek, a másik pedig a keverés, meg nevetséges, hát ennyire buták az emberek, hogy itt kevergetik, itt tapasztalják ki rajta, hogy milyen gyógyszert, mit kell adni. Hát ez senkinek nem tűnik fel, csak neked István. Hát nem is értem, hogy van ez. Másnak is fölkéne. Ez mind kísérlet. Keverem. Hát ha abból, akkor azt. És akkor megnézzük, hogy milyen. Követhetetlen. Volt-e még valami, amire nem válaszol? Én ezt a kettőt szúrtam ki. Józsi, akarsz valamit? Igen. Kodadom. Az egészségügyi dolgozókkal való összefogás, ez nekem is mindig a szívügyem volt. Örömömre szolgál, hogy egyre több ilyen kezdeményezés van az egészségügy részéről, hogy egy kicsit most ez a bejelentés, ez élesztette az összefogást. Igazából úgy is lehetne értékelni, hogy a kormányfő az megmozdította az emberek ébredését, mert eddig túl nagy volt a komfort, és nyilván, hogyha több a nehézség, meg több a megszorítás, akkor az emberek könnyebben ébrednek. Tehát én is nyitott vagyok arra, hogy bármilyen összefogáshoz odaálljak, mellé álljak, ha megkeresnek. Hogy? Hát mint ez az egészségügyi dolgozóknak a 31-i rendezvénye. Az egyetlen dolog, amitől esetleg aggódom, hogy mégiscsak ugye valamiféle mainstream vonal keveredik ehhez, és ez arra szolgál, hogy az emberek, az egészségügyi dolgozóknak a
az élet igenlését, azt letompítsa és elvegye. Kedves vendégeink, én azt hiszem, hogy kimerítettük az összes kérdést, az időt is elfogyott, ezért amennyiben nincs újabb jelentkezés, akkor berekeztem ezt a mai sajtótájékoztatókat. Megköszönve a megjelenést és a figyelmet.